Sziasztok, én Felker Éva, az Eva Gurumi egy horgolt játék oldal létrehozója vagyok, és ebben a videóban elmondom, hogyha most szeretnél elkezdeni amigurumi horgolást, hogy milyen kellékekre vagy mire van szükséged, hogy el tudjad az első darabot készíteni. Az első és legfontosabb, hogy nagyon alapöltésekkel kell tisztába lenni, mint a láncszem és a rövid pálca. Ha ezeket már tudod, akkor tulajdonképpen bármilyen amigurumit szinte el tudsz készíteni. De hogyha még de ezeket már tudod, de nem tudod, hogy hogy kell mondjuk egy ilyen amigurumi gömböt horgolni, akkor majd itt a videóban megmutatom, hogy hol tudod megtanulni, illetve a videó alatt lesz egy blogbejegyzésnek a linkje. Ha arra rákattintasz, akkor ott berakom az összes videó linkjét, majd ami segíthet téged azon, hogy ezeket elsajátítsd. A csatornámon miket találsz? Vannak igazán horgoló iskola videók, ahol tényleg az alapoktól kezdve már nagyon sokan megtanultak horgolni ezek alapján, a videók alapján. Illetve vannak még az amigurumi készítésnek a tippjei, trükkjei, úgynevezett kisokos. Ezek mind technikák, amiket, hogyha megnézed a videókat, akkor te is tudod majd, hogy hogy kell elkészíteni. Most inkább a kellékeket fogom bemutatni. Ahhoz, hogy bármelyik ilyen figurát el tud készíteni, ezek még szintén a csatornámon megtalálhatók, úgynevezett végighorgolt figurák. Az azt jelenti, hogy lépésről lépésre mindegyiket bemutatom, hogy hogy kell elkészíteni. Tehát neki tudsz állni a videók alapján is. Az amigurumi gömb készítésnél elmondom, hogy milyen a minta felépítése, hogy mit hogy kell értelmezni. És most jöjjenek akkor a kellékek, illetve még egy fontos dolog. Hogyha szeretnél értesülni, vagy szeretnéd a többi videómat is látni, akkor feliratkozás gombra tudsz kattintani, ha a kis csengődre is kattintasz, akkor tulajdonképpen kapsz értesítést is arról, hogyha egy újabb videót teszek fel. Nézzük most akkor a kellékeket. Hát először is nyilvánvalóan kell hozzá egy horgolótű. A kezdőknek azt ajánlom, hogy a legegyszerűbb, ha bemennek az első Röltexbe, vagy bármilyen kézimunkaboltba, és vesznek egy 2,5-es vagy 3-as horgolótűt. Azért mondom, hogy 2,5-es vagy 3-as, mert én is 3-as tűvel kezdtem, kicsit vastagabb fonallal, amit találtam valahol, és azzal csináltam meg készítettem el az első gömbömet, de utána jellemzően egyébként a 2,5-es tűt szoktuk használni amigurumi horgoláshoz, ahhoz, hogy kellően szoros legyen majd, hogy ne tudjon kijönni a tömítőanyag ugye a kis láncszemek közül. Aztán utána vannak, akik mondjuk nagyon lazán horgolnak, azok áttérnek esetleg a 2-es tűre, vagy nagyon szorosan, akkor lehet esetleg 3-assal, illetve a fonalhoz is igazodhatunk, de elsők képpen én a 3-as és akármilyen olcsó tűt javaslok. Aztán, amikor már úgy döntesz, hogy igen, neked ez tetszik, te ezeket fogod csinálni, akkor lehet a kényelmi szempont alapján, ugye, akár egy minőségibb tűt választani, nem mintha az olcsóval nem lehetne, nagyon sokan horgolnak az egyszerű olcsó horgolótűvel. Én magam szeretem tehát az eszközöket, mindenből a legjobbat szeretem beszerezni, ez az én külön kis véleményem. Azt gondolom, hogy a horgolásban egyébként nem ez a legdrágább dolog, hogy egy horgolótűt megveszünk mondjuk akár 2000 forintért. Na, tehát kell hozzá egy horgolótű, ez nagyon fontos. Kell hozzá nyilván olló, hát ez nyilván bármelyik háztartásban megtalálható. Kell majd tű, ez olyan megint, amit be kell szerezni. Tudnélik, ezeket a figurákat, ugye majd a testrészeket össze kell varni. Legtöbben, és én is ezzel kezdtem, a Röltexbe, vagy nem tudom, kézimunkaboltba található úgynevezett merkelőtű. A merkelőtű az azért jó, mert elvileg elég nagy a lyukja ahhoz, ugye, hogy ezeket a vastag fonalakat belefűzzük. Tehát nem sima tűvel, nem cérnával varjuk föl, hanem azzal a fonallal, amit használtunk a horgoláshoz. Ehhez nyilván az kell, hogy elég nagy lyuk legyen, és a merkelőtű az ugye akkor ilyenkor nem megy a fonalba bele, bár ha valaki nagyon szorosan horgol, vagy nekem például ezek a hegyes tűk váltak be, hogy csinálom, hogy éles legyen a kép. Nem sikerült élesre csinálni, talán ha megállok, akkor éles lesz. Nem. Jó. Tehát ez olyan éles, hogy még 2 év után is állandóan, ha megszúrom az ujjamat, akkor kiserken a vér. Tehát horgoló tű a varráshoz, és akkor jönnek a fonalak. Milyen fonalakat használunk
az amigurumihoz. Jellemzően, ha pici babáknak horgolunk, akkor 100% pamut vagy mercerizált pamut fonalat használunk. Ez miért jó? Azért, mert a picik még fogzás előtt mindent a szájukba vesznek, és csócsálnak. Tehát ezeknek olyan festékbiztosnak kell lenni, bolyhosodásmentesnek kell lenni, ezért nem nagyon használjuk egyébként a műszálas fonalakat, mert azok alapvetően bolyhosabbak. Többfajta fonal létezik. Ha kezdőként egy egyszerű boltba bemész, akkor a Catania fonal lesz az, amit minden kézimunkaboltban megtalálsz. 96 féle színben kapható, ami a jellemzője ezeknek a fonalaknak, amigurumi fonalaknak, az az, hogy 50 g 125 méter. Általában ez az, amivel horgolunk, és akkor itt mutatja is, hogy 2-2 és feles tűvel lehet. Hogyha véletlenül nagyobb tűméretet írnának rá, az itt például 2,5-től, bocsánat, 3 és felesig mutatja, az a kötöttő, bocsánat, nincs is rajta horgolótű. De nincsen. Tehát nem baj, hogyha mondjuk az van ráírva, hogy hármas tű, mert az amigurumihoz jellemzően kisebb tűt használunk, mint ami általában rá szokott írva lenni. Akkor jöjjön egy pár márka, csak azért, hogy lássátok, hogy egyébként ezek a, most mutatom, tehát ez meg ez a fonal, látszólag, ugye nem egyformák, mind külön cégtől is van, tehát nem egy cégtől, viszont mindegyik 50 g 125 méter. Ez azt jelenti, hogy a látszattal ellentétben, és úgy tűnik, mintha egy picit egyébként vékonyabb is lenne, de elárulom nektek, hogy egy figurán belül én bátran használom ezeket. Jó? Tehát, hogy semmi gond nincs ezzel, én mindig általában szín alapján választok, ezért is használok többfajta fonalcsaládot, mert bemegyek a boltba, és hú, ez gyönyörű szín, ebből vagy biztos fogok valamit készíteni, úgyhogy én ezt meg is veszem. Még talán, ami fontos lehet kezdőként, az egy gumbos tűkészlet. Hát nyilván jobb a nagy fejű, mert könnyebben látjuk, könnyebben tudjuk kis, nehogy véletlenül az a kisfejű gombos tű mondjuk eltűnjön a figurába, aztán egy baba, amikor csócsálja, akkor kijöjjön belőle, tehát ezért ezekre a biztonsági dolgokra nagyon oda kell figyelni. Aztán később lehet olyat, hogy biztonsági szem. Hát, most azt nézem, hogy van-e itthon, igen, olyan figura, amiben van. Van, hozom is, ugye a biztonsági szem, az úgy néz ki, hogy hátulról, amikor még nyitott a fej, beledugjuk, és utána pedig hátulról ráhúzzuk, nem tudom, hogy mutatom, tehát a horgolás egyik felébe ezt dugjuk be, és amikor átdugtuk rajta, akkor jön a másik fele rá. Ezt ugye rápattintjuk, ráhúzzuk nehezen, ez elvileg nem tud szétjönni utána már, ezért hívják biztonsági szemnek. Én azért a nagyon piciknél inkább a hímezést szoktam használni, szerintem az a 100% biztos. Videót is találtok a hímezésről, van egyszerű szem, van amikor csak ilyen kis pöttyöt kell, van amikor mondjuk egy ilyen figurához páröltéssel. A hímezéstől egyébként sokan félnek, én azt gondolom, hogy aki horgolni meg tud tanulni, az szerintem hímezni is tud. Lehet, hogy nem az első lesz a tökéletes, de gyerekként is, mikor nekünk hímezni kellett, hát felsőbe. Tehát körülbelül azt mondja, hogy 11 évesen a hímző szakkörbe. Hát azért egy 11 éves gyereknek még nem olyan ügyes a keze, mégis meg kellett tanulnunk hímezni. Úgyhogy azt gondolom, hogy bármelyik felnőtt neki álma, és oda teszi magát, és a fejében lévő korlátokat inkább ledöngeti, vagy tesz egy próbát, hogy vajon nekem ez megye, és akkor meg fogja látni, hogy nem is olyan nagy ördöngösség. Mi az, ami még szükséges az amigurumihoz? Az amigurumikat egyébként körkörösen horgoljuk, tehát nincs soreleje, sor vége, illetve a mintában persze jelölve van, de csak azért, hogy tudjuk, hogy melyik sorban mit kell horgolni. Tudnék, ezek a formák úgy alakulnak ki, hogy vagy szaporítunk, vagy fogyasztunk. És akkor ettől függően nyilván, amikor elkezdtem szaporítani, ugye akkor nő a térbeli alakzat, amikor egyenesen horgolok, mondjuk ez a rész, akkor a gömb, akkor ugye egyenesen megyünk fölfelé, és a vége felé pedig fogyasztunk, így alakítjuk ki a gömböt.
Ezeknek a variációjából következik az, hogy milyen formákat tudunk létrehozni, többfogyasztás, közbesorok, stb. Na most ezért, hogy tudjuk, hogy mi a sor eleje. Sziasztok, folytatom a videót, csak közben leállt a videófelvétel. Tehát ott tartottunk, hogy vannak azok a típusú fonalak, ami egy kicsit másképp néz ki, mert 60-40 vagy 50-50 százalékban tartalmaznak műszáras, valamilyen műszáras anyagot és pamutanyagot. Ezek bár egy kicsit 50 g 160 méterre körül szoktak lenni. Ehhez ez például a Yarnat Jeans, vagy Alize Cotton Gold fonal. Megmutatom, hogy ez a figura mennyiben néz ki másképp. Tehát hát nem tudom, mennyire látjátok, pamut fonalból az egyik, tehát a bal oldali a keverék, ez pedig a 100% pamut fonal. Nagyon nincs, talán így picit ezek a figurák egyébként nagyobbak lesznek, hogyha ebből horgoltok, ebből a fonalból. Tehát a lényeget összefoglalva, a videó alatt megtaláljátok a blog bejegyzésnek a linkjét, ahol mindent leírva újra meg tudjátok nézni, hogy esetleg mit, hogyan kell és milyen kellék kell hozzá. Érdemes feliratkozni a csatornára, mert létre fogok hozni egy olyan lejátszási listát majd, vagy így keressétek, hogy amigurumi kezdőknek, vagy horgolóiskola kezdőknek, még nem tudom, és oda szépen összegyűjtöm egymás alá a videókat, amiről ha lépésről lépésre végigmentek, akkor el fogtok jutni odáig, hogy egy saját amigurumit is el fogtok tudni majd készíteni. Amit még esetleg fontosnak tartok, azt is ott megtaláljátok a videó alatt, megtalálhattok engem a Facebookon, van egy zárt csoportom a kezdőknek, meg a nem kezdőknek is természetesen, ahol az én mintáimat szoktam fölrakni, nagyon szívesen segítünk a kezdőknek, tehát bármilyen kérdéssel nem értem a mintát, nem tudom, hogy kell csinálni, tehát bármilyen kérdéssel lehet jönni, mindig elég nagy csoport, úgyhogy valaki biztos, hogy gyorsan fog válaszolni nektek, még hogyha én éppen most nem is tudtam elolvasni a bejegyzést, nagyon segítőkész emberek, és szerintem jó kis csapat. Úgyhogy hát sok sikert kívánok nektek, hogy elinduljatok ezen az úton, az amigurumi készítés és a horgolás útján. Egy remek hobbi, nagyon jól kikapcsol, rengeteg sikerélmény éri az embert, mert ezeknek a kis figuráknak a létrehozása, tehát annyira, annyira kellemes őket megfogni. A gyerekünknek egy ilyen figurát, vagy az unokánknak egy ilyen figurát adni a kezébe, hát egész más. És egyébként fotón nem is olyan élmény, mint amikor tényleg a kezedbe fogsz egy ilyet. Úgyhogy sok sikert kívánok mindenkinek, sziasztok!